Böröc Istvánt választotta meg a következő 4 évre elnökének a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület. Az éves közgyűlésen a jelenlévő tagok döntöttek a 7 alelnökről is. Az elnök munkáját alelnökként Vászói Judit, Szőlősi Tamás, Holzhauser András, Kosicki Anett, Gerner János, Lukács Lilla és Sindele Viktor segíti majd. A jelenleg 108 taggal rendelkező civil egyesület közgyűlése elfogadta a 2017-es év pénzügyi beszámolóját is, amelyről Forsthofer Ágnes, a felügyelőbizottság elnöke elmondta, az előző 2 évben gyakorlatilag pályázati pénzek nélkül működtek. A bevételeik nagy részét az önkormányzati támogatás biztosította. 2018-ban jobb évre számítanak, fogalmazott az ülésen Böröc István elnök. Az önkormányzattal kötött szerződés értelmében jelentősen 19 millióról 30 millióra nő az önkormányzati feladatorientált támogatás. Emellett a Füredkulttal közösen a Magyar Turisztikai Ügynökség több turisztikai pályázatán is indulnak majd. A tervek szerint 2018-ban a Turinform iroda a Hurai Villa alsó szintjére költözik. A Blaha utca 5 szám alatti épületet továbbra is az Egyesület hasznosíthatja, és megkapják használatra még a Kisfaldi Galéria melletti kis épületrészt is. A rendezvények közül változatlanul az Egyesület rendezvénye marad, a Romantikus Reformkor Fesztivál, amelyet idén egy ifjúsági nappal indítanak majd. A Balatonfüredi Turisztikai Egyesület ebben az évben több kiadványt tervez, részt vesznek magyarországi fesztiválokon is, bemutatva Füred kínálatát, és szeretnének bevezetni egy más városokban már jól ismert jegyet is, amelynek megvásárlásával egyúttal minden múzeum és kiállítóhely látogatható lesz.